Topolyán az Erdők Világnapja alkalmából a mezőgazdasági középiskola első osztályos diákjai facsemetéket ültettek el a tó környékén. A nemes akción a tartományi képviselőház elnöke Egeresi Sándor is látogatást tett, és besegítette a tanulók faültetésébe. Nagyszerű érzés elültetni egy fát, és az ember tudja azt, hogy az ő fája. Hát ezért jöttem először is ide, hogy ezekkel a fiatalokkal együtt itt legyek, és méltóképpen megünnepeljük az Erdők Nemzetközi Napját. És nem csak ma kéne ezt megtennünk, hanem nap mint nap őriznünk és megőriznünk a környezetünket, mert hát ez az a terület, ahol legtöbbet kell és kellene tennünk annak érdekében, hogy egy világos és egy egészséges környezetben éljünk. A mezőgazdasági iskola igazgatónője és a topolyai erdőtelepítők vezetője Kókai Mernyák Melinda örömét fejezte ki az akcióval kapcsolatban, annál is inkább, mivel egy fa elültetése egy új életet jelent közösségünk számára. A Topolya kapott facsemetéket, és hát ugye logikus volt, hogy az iskolát kérik fel arra, hogy elültessük ezeket a facsemetéket, tegyük szebbé magát a városunkat, a tó környékét. Mi az elsősöket hoztuk ki erre az akcióra, ők fogják elültetni. Jó szomszédi viszonyban vagyunk a DTD-vel, tehát ők kifúrták a lyukakat. A faültetésen részt vett Hallgató Imre, a DTD Krivaja igazgatója is. Az újvidéki Vojvodina Sume közvállalat igazgatónője Takács Márta biztosította a facsemetéket városunk részére.